13 mucsfai és egy önkormányzati támogatói csapat mérte össze kolbásztöltő tudását. A mucsfának itt van a 70-80%-a, és az a környékbeli településekből is elég sok ember eljött, vannak meghívott vendégeink, úgyhogy elég sok embert megmozgató rendezvényen vagyunk. A Mucsfáért Egyesület 2017-ben alakult alig 15 taggal, már ez a szám már eléri az 55 főt. Az Egyesület szervezi ezt az egész programot, ilyen évente 6-7 rendezvényt tartunk, a kolbásztöltővel kezdjük, aztán szokott lenni teljesítménytúra, szokott lenni szalonnasütés, filmvetítés, szokott lenni civil piknik, évzárót szoktunk tartani, ahova visszahívjuk a támogatóinkat, akik egész évben támogatnak minket. Úgyhogy szerintem egy elég összefogó társaság vagyunk, és csak körbe kell nézni, úgyhogy hogy hány embert mozgattunk meg ebbe a faluba. Háromtagú zsűrink van, Szentgátszőlőhegyről Pakulár Sándor, Mucsfáról Antal József, és a Bonyhád Varasdi polgármester Csibi Zsolt. Három kritérium alapján pontoznak, a csapat összhangot, a kreativitást, ezt pontozzák egy részben, aztán lesz a kolbász íze és a kolbásznak a tálalása, most az idén bevezettük ezt is, hogy a tálalást külön pontozzuk, úgyhogy három díj lesz kiosztva igazából. A 200 fős rendezvényen incsiklandó kolbászillat és remek hangulat uralkodott. Mi minden egyes falusi rendezvényen részt veszünk. Most már a harmadik éve a kolbásztöltőn. Először úgy volt, hogy a barátaim hívtak, most pedig jöttünk egy külön csapattal, de itt vannak a barátok is, akivel eredetileg kezdtük ezt az egész műfajt, és most pedig család, após, anyós, és másik helyi barátokkal álltunk össze, és alkotunk egy csapatot, és így készítjük a kis házi specialitást. Csibi Zsolt a jó fűszeres és pikáns kolbászt szereti. 1-10 pontozunk, ilyeneket, hogy asztaldísz, összefogás, kreativitást, persze a kolbász íze is a következő lapon, és ezekből adódik össze egy végeredménye. Arra voltam kíváncsi, hogy mennyire befolyásolja a zsűrit a saját ízlése a döntésben. Volt is pár az első mintánál is egy kis vitánk, persze mindenkinek más az ízlése, de szerintem ebből adódik össze a végeredmény. Kíváncsi vagyok ezzel a paprika nélküli kolbászra, láttam egyik csapatnál, hogy az milyen lesz, kíváncsi vagyok az eredményére. Mi ezen a fesztiválon kettőféle kolbásszal készültünk. Egy fehér kolbász van fönn a tárcsán, ami igazából úgy néz ki, hogy bors van benne, fehér bors, szegfű bors és só, tehát a paprika, ugye, ami a színező anyag, az hiányzik, és úgymond egy hagyományos piros kolbász, ami a hagyományok szerint készült. Kezdők szerencséje? A tavalyi győztest kérdeztük a receptúráról, ekkor tudtuk meg, hogy a pár akkor töltött életében először. Tavaly a páromban ketten neveztünk be, egy családgyarosan, és egyik nagyon jó barátunktól kaptunk egy receptet, és azzal sikerült megnyerni. Nem gondoltuk volna, de így adták az égiek, hogy sikerült megnyerni ezt a díjat. A résztvevők az egész napos eseményt az esti bállal zárták.